Hölgyeim és uraim, önök a Game World Európa Commando versenyt látják, illetve most már csak a döntő asztalnál, a Final Table-nél 8 versenyzőt látnak, de hát nem így indult ez az egész. 202 versenyzővel indult a verseny, és 550 euró volt a nevezési díj, és 100 000 euró a garantált nyeremény. Ez igen nagy versenynek számít. Hogy jutottunk el a 8 versenyzőig, azt nem tudjuk önöknek mutatni, de minden más mutatunk az önök magyar kommentátorra, Homoti Csaba és Korda György. És valamit azért beszéljünk a komárnói kaszinóról és hotelről. Komárnó a magyar-szlovák határtól körülbelül 1 kilométerre található. A kaszinóban a számos pókerversenyen kívül nyilván mindenféle szerencsejátékot űzhetnek a játékosok, legyen szó akár rulettről, akár blackjackről, vagy akár bármi másról. Illetve azt is tudni kell erről a szlovákiai létesítményről, hogy van egy hatalmas nagy hotel, ami az esetlegesen ott maradó játékosok rendelkezésére áll 52 szobával, illetve egy nagyon szép nívós étterem, ahol rendkívül jó ételeket lehet fogyasztani, akár egy-egy verseny, vagy verseny után, vagy esetlegesen akár egy koncert után. Hát azt látom már, hogy itt egy olyan fantasztikus felszolgálás és ételek vannak, hogy nyálam összefolyik, de hát nem erről van itt szó igazán, mert a kaszinó történetének a legzsangósabb versenye volt ez a Komárnó Poker Open, de egy jó hírrel szolgálhatok a versenyzőinknek és mindenkinek. Ez év szeptember 13-a és 17-e között ismét megrendezésre kerül a Komárnó Poker Open, teljesen ugyanaz a feltételekkel, mint ez a verseny, magyarul 550 euró nevezési díjjal és 100 000 euró garantált nyeremény alappal. Érdemes benevezni. Igen, még az is lehet, hogy én is benevezek. Hát szeretnénk önöknek bemutatni a versenyzőket. Egyes pozícióba Holló Márk, magyar versenyző, 2.275.000 zsetonnal a chip leader. Kettes pozícióban Gál Péter, szintén magyar versenyző, 1.445.000 zsetonnal. Itt van a hármas pozíció, ahol egy nagyon régi versenyző társunk, Filetót László magyar versenyző van, 1.255.000 zsetonnal. Az is kérdéses, hogy az egyetlen szlovák versenyző, Patrik Sziklámini, aki a 4-es pozícióban ül, és 1.175.000 zsetonnal rendelkezik, milyen eredményt fog tudni elérni. Ő egyébként egy viszonylag híres szlovák játékos, neki is van már több elért eredménye. Az 5-ös pozícióban Heveli Richard magyar versenyző van, 1.355.000 zsetonnal. A 6-os pozícióban Fabrici István, aki szintén magyar versenyző, 2.340.000 zsetonnal. Hát akkor én rosszul mondtam, mert ő a chip leader. Csak nem akartam belejavítani. De nyugodtan csak mondja, hogy javítsál ki engem, mert a 7-es pozícióban Mátyási Lajos magyar versenyző van. Hoppá! Egy kicsit rossz pozícióba, de még semmit nem jelent. 300.000 zsetonnal. Ő a sorsztek. Igen. Ezt szomorúan mondom. A 8-as pozícióban egy picivel, mondjuk majdnem a zsetonjának a duplájával. Félix sorsztek. Félix sorsztek, Farkas Péter, aki szintén magyar versenyző, és egyébként a magyar pókertársadalom csak görög néven ismeri. Az Omaha a kedvenc játéka, de úgy néz ki, hogy most a Holdenben is talán sikerül egy kis sikert elérnie. Hát, hölgyeim és uraim, ennyit a 8 versenyzőről. Én azt mondom, érezzék jól magukat, és induljon a verseny. Azaz, dealer, shuffle up and deal. Hát, hölgyeim és uraim, elindult a verseny, önök a legérdekesebb partikat fogják látni, ahol a szlovák versenyzőnek ász királya van, kíváncsi vagyok az emelésre. Igen, és a döntő asztal 20.000-40.000 kis és nagyvakról indult, illetve 40.000-es nagyvakantéról. Az ász király emelt.
Egyelőre nincs megadó, ott az első megadó, Péter Farkas meg fogja adni, mert 2-6-ossal Kol, 9-5-ös dobás, szerintem, még nem látom, de jó. Maradt az Ász király és a 2-6-os, vajon az Ász királynak a hatalma, ott van, Jézus Mária is ott egy 6-os rejtett szett, jaj, de nagy bajba vagy, Mr. Ciklámai. Igen, ez valószínűleg egy érdekes elosztás. Ez biztos. És senki, és sehol semmi pik nincsen. Mert 3 pik jött fel, az is úgy, nem, 2 pik és 1 tref a királyra. Kíváncsi vagyok az első beszélőre, Farkas, és megadta az Ász király. Jézus és Mária! Király drill és 6-os full. Király drill 6-os full. Úgy nézem, Farkas Péter. Farkas nem Péter hívott. Ez a második király, igen. És mit szól a harmadik király, amelyik szerintem úgy érzi, hogy verhetetlen. Mi juthat eszébe? Mert ugye egy bubi, egy 6-os van, lehet 4 szín, talán erre hív elő. Vagy nem tudom. Meg? Csak megad. Only call! Csak megad! Szép a játék egyelőre, hát természetesen nyert a 6-os full. És a 6-oson most nagyot kéne hívnia. Péter, nagyon! És megadta, persze. Hát ez szép volt, ez egy kemény összecsapás volt, úgy, és azért a szlovák versenyző elég sokat vesztett ebben. Nem megúsztam, mert még a versenyből is kiesett volna rögtön az elején. Hát igen, én az érzésem, hogy talán Péter egy kicsit óvatosan hívott. Igen, eléggé. Azért ő sem érezte magát a második király után annyira biztonságban. Én őszintén megmondom, én a második király után lecsekkoltam volna a 6-os full helyébe. És úgy hívok is. Péter nem szeret csekkelni. Hát ez mindenhez szerencsekkel. 9-es, 4-es dob. Ja, és egyébként emelkedtek közben a vakok, ez a leosztás már a 30 ezer. Na, király 9-es, nem, 19-es. Hát itt most már nagyon óvatosak a versenyzők. Itt már napfilletót is eldobta, maradt király 8, a szlovák versenyző is eldobta, maradt a kisvak, nagyvak. Hát ilyenkor természetesen a kisvaknak kéne hívnia az Ász 2-nek. De igen, Ász 2, Farkasnak megint Ász 2, ja nem, neki volt előbb 2-6-osa, most van Ász királya, és most hív rá. Ezt Mátyási nem tudja megadni, és szerintem Reveli se fogja tudni megadni, de hát végül is. All-in-es parti lett! Na, drága Reveli barátom, imádkozz egy kettesért! Imához! Hát sok sansza nincs. Tehát a játék az egy ilyen dolog. Jöhet egy kettes, 6-os már van, 4-es van. Egyelőre az Ász király jön a törn. Talán még sora is lehetne. Így már biztos, nem? Így már nem. Így már csak a kettes vagy föláll. Hát. És föláll. És föláll. Megvan a 8. helyezettünk. A 8. helyezettünk, amelyik azért elég szépen kap. 2750 euró. Gratulálunk. De hát nagyon rossz, nagyon kevés lett a nyugodt. Hát igen, nagyon kevés, de úgy látszik, hogy egyelőre a döntő asztal Farkas Péter. And now, az asztala. És két Ász.
Gál nevű versenyzőnké, Gál Péteré. Ez a két ász emelés. Ki lett ottnak egy ász kettő, az biztos dobás. A dáma hét tuti dobás. Nevetni fogsz, nem, a négyes árvacsár dob. Két kilences. Két kilences Mátyásinál, aki nagyon rosszul áll, még az is lehet, hogy egy Olin fog mondani. És Farkasnál megint két hatos, vigyázzunk. Olin. Farkasnál két hatos, nem csak megadta, megadta, a két kilences is csak megadta. És az ász kettő, nem hiszem, hogy megadja. Most ez egy bőrös döntés volt. Egy persze. Maradt a két hatos, két kilences, két ász nem egy életbiztosítás a két ásznak, mert bármikor följöhet egy rejtett kilences vagy hatos, jön a flop, ott a hatos megint! Jézus Mária, ott a rejtett hatos. Farkasnak lehet, hogy a hatos lesz a szerencse száma a verseny után. Hát az előbb is avval verte meg, ott a hatalmas partit avval nyerte meg. Hát most nem szabad. Az ásznak kell, hogy hívjon. Le kell csekkolni a két hatosnak. Nem tudom, ki hívott most. A két ász. A két ász hívott. Nagyon jó, Farkas lecsekkolt. A két kilencesnek is aránylag ez egy jó... Aránylag úgy érzi, hogy egy jó... helyzet. De gyorsan megvált azért tőle, biztosan. De megvált azért tőle. Hát lehet, hogy a végén sorra lesz. Lehet, igen, hogy meg fogja várni, de ez a két hatosnak egy nagyon jó pozíció. Egyelőre én ismét lecsekkolnék az ő a két hatos helyében. Nem tudom, hogy ő jönne, vagy nem. Nem tudom. Csekkelt, igen. Úgy van. És a két ász olyan szagot fogott-e? Vagy tovább. Péter gondolkozásából talán az következik, hogy valami, ugye a 7-es, 6-os, 5-ös egy kicsit zavarja, de most egy nagyot és fog nem. hívni. Nagyot fog hívni, nem. És ebben a pillanatban kell most egy rirészt mondani, mert ez egy nagyon nagy hívás. Egy nagy rirész. Ne csak megadd. Testvérem, ne csak megadd. Farkas felnyomta az összeset. Olin! Ennél nagyobb rirész nem tudott hívni. Ennél nagy. Na és vajon most mit csinál Gál? Hát, ha igazán nagyon profi, ha profi versenyző eldobja, ha esküszöm neked, hogy eldobja, mert nem lehet más, csak egy sor, vagy egy rejtett szett. Főleg Farkasnál, aki szinte csak hatosnál. Na jó, hát ez azért nem tudja. Ezt nem tudja igazán. De látod, szagot kapott. Mi lehet neked? Mi? De megadta. Megadta! 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 Úristen! Ez, nem tudom, hogy állnak zsetonilag, de hogy a következő trollibusz jegyre sem maradt neki zsetonja, az majdnem biztos. Viszont, ha ezt megadta. Viszont ha nem jön egy ász, akkor legalább pénze biztos lesz a trollibusz jegyre. Hát ilyen petje nem lehet a két hatosnak. Jön a River. Nem! Nem marad trollibusz jegy. Dur! És dur. Nem tudom, ki esett el. Az úr, hogy még maradt neki? Nem. Talán egy kis minimális zsetonja maradni fog, viszont az szinte biztos, hogy a versenyen új chip leader van. Az biztos. Ez a két hatosos dolog. Esküszöm, ennek a hatos villamosra kell szállni. Nem tudom, így a hatos biztos meg kell játszania.
Holló, akinek 1 millió zsetonja van, a király dámára emel 130 ezerig. Gál Péternek is maradt még közel 1 millió zsetonja, úgyhogy... Talán. És nem, eldobta. És itt a 2 tízes. Mátyási, ugye, aki én szerintem a sorsztek... Be is rakta az összes zsetonját. Olin! Így is kell. A királydáma abszolút megadó. Abszolút megadó, és én nem tudom, te hogy látod. Én legalább 50% esélyt adok királydámának, de hogy én inkább 60-40-et mondom. Hát a kalkulátor szerint az 50 az. Igen, én 60-40-et mondok egyébként, a királydámának. Egyébként Lajos mindig ólin megy, úgyhogy. Hát... Hölgyeim és uraim, itt már aztán csak a szerencse, ez az a bizonyos szerencsefaktor, ami a pókerba szerepet játszik. Nagyon nagy szerep, de hát itt már nincs változtatás. Ivás, és jön a flop, ahol a Gyuri bácsi azt mondta, hogy 60%, a gép meg azt mondta, hogy 50%. És ha most kellene százalékot számítanunk, akkor... Az már 80-20. Nagyon kevés esélye maradt a 10-es párnak, igen. Most már 95-5. De 5% még van. Nem annyi nincs. És jön a river. És ki is esett. És nyert a királydáma. Ki esett? Nem tudom, hogy maradt-e még. Nem, Mátyási nyert. Tehát ő sorsztek volt, és most földuplázott. Földuplázott. Nagyon jó. Nem, ki esett? Ki esett ez az úr? Tehát megvan a 7. helyezettünk is, aki 3500 euróval gazdagabban megy haza. De egyre fogynak a fiúk. 10-es, 8-as egy színben dob. Ez természetesen dob. 9-es, 2-es. 10-es, 7-es pikben már nem vagyok biztos 3 dobás után, hogy dobni fog. Viszont viszonylag magas a vakszint már, 40 ezer és 80 ezer. 40 és 80 ezer, tehát is csak 12 nagy vakszint. És ilyenkor ugye a trendi hívás, azt hiszem 150-160 ezer, nem tudom. Igen, bár Péter képes arra is, hogy úgy megy a páragonról. Így is lett. Is ne! Nem! Hú, kinél van a kis pontot? A szlovák versenyzőnél van 2 6-os, aki meg fogja adni, de kíváncsi vagyok. Nem, én a 10-es, 7-es most eljelen esetben esélyesebbnek tartom. De hát itt már megint csak a szerencse dönt. Jöjjön a flop. Azért az extrém szituáció lenne, ha egy döntőasztalon 3-szor nyerne a 6-os pár egy hát után. Igen, de volt már ilyen. Hát az biztos. Volt már ilyen. Hát ehhez csak az kell, hogy följöjjön egy 6-os. Semmi más. Farkas már biztos, hogy megadta volna. Még a 2 6-os nem adta meg. Nem. 940-et nem adna meg. Hát majdnem több, mint a zsetonjainak a felét be kellene tennie. Akkor viszont tényleg gondolkozásba. Pedig hát ezen a döntőasztalon be kell tenni. Igen, hát ha valaki kockáztatni akar, akkor igen. És ha látta azt, hogy hányszor nyert a 2 6-os, akkor meg pláne! Nagyon tanakodik. Lehet, hogy pont ez, ami el fogja dönteni, hogy itt a 6-osok eddig szerencsések. Patrick! Go! Na! Tedd be, fiam! Betette! Megadta! Nem. Hát aztán, nem most ezt, azért. Aki elmondja, hogy itt ki nyer. A 10-es, 7-es egyébként a gyakorlat szerint nagyon sokszor jön fel a bordom. Mind a 2 lap.
ez tényleg ez egy statisztikai számítás, nem is tudtam. Hogy de 10-es, 7-es jön fel a leggyakrabban a border. Nem drukkolunk ugye senkinek, itt csak az az érdekesebb a játékban, hogy döntő, aztán egymás után jönnek az all-inek, csak úgy zörög, záporozik. Na gyere, te flop! Nincs hatos. Opa. Nincs hatos. Opa, nem kell hatos, ha hatosnak nem kell semmi. Csak 7-es, 10-es ne jöjjön. Képzeld el, még úgy is nyerhetne, most már nem. Nem úgy is nyerhet, ha párosodott volna az asztal kétszer. Viszont így lehet sora egy bubival. Lehet sora egy bubival, egy 10-es, egy 7-es, egy bubival nyerhet a 10-es, 7-es. De jön a river, és nem! És nyert a 2-6-os, és kiesett a 10-es, 7-es. Gál Péter ma nem szerzett újabb. Nem, viszont Patrick nagyon megerősödött. Patrick, a szlovák versenyző nagyon megerősödött. 3 millió zsetonja lett a leosztás után. De Gál Péter azért így is hazavisz 4500 euró. Érdekes szlovák név, hogy Ciklamina. Kicsit talán ilyen olaszos nevetés. De nem ez a jellegzetes szlovák. Nem egy magyarországi horvát. Nem. Hát, hölgyeim és uraim, maradtak, és szerintem 6-e is kiesett, 5-en maradtak. De hol az 5. versenyző? Én nem látom. Én csak 4 embert láttuk. Lehet, hogy nagyon gyorsan kiesett. Mi nem is figyeltük. Ezt nem hiszem. Az 2-es farkas emelt 250-re a Karoász Karo 2, és a Bubi 9 meg fogja adni a szlovák versenyző Ciklamini. Úgy néz ki, megint össze fognak csapni. Kérdés, hogy a szlovák játékos kiheverte el már ezt a 6-os szettet, ami ott rögtön a döntő asztal elején történt. Na tehát közben ő is nyert egy 2-6-ossal. Hát nem viccelj. Sőt, most már 300 ezerig hívott az AS2 farkas, és a Bubi 9 gondolkodik ugyanabban a színben, Karo, azaz Diamond ma. And call! And call! Ez érdekes lehet. Jézus Mária! Azt akartam mondani, hogy Jézus, vége! A Bubi 9-nek vége. Vége a Bubi 9-nek. De vajon hogy fogja ezt megúszni? Ezt nem tudom. Ezt nem tudom. Check, check. Ez ilyen. Check, check. Nem volt rossz ez az asztal. Hidd el, hogy ez az asztal nagyon jó játék volt. Farkas nagyon jó játszott. Ugye egy teljes nátsza van. Verhetetlen. És ez, hogy lecsekkolt, ez a Bubi 9-nél azt jelenti, hogy a másiknak nincs. Csekk! De ez óvatos játékos! Farkas pedig 1.200.000-et hívott. Jó játékos ez a szlovák játékos, mert más nem gondolkodná ezért a megadáson. Nem gondolkodna. Csak egy jó játékos gondolkodik. Megszámoltatja a tálózsát, anyját, hogy milyen van. Milyen magasan tudja pontosan. Meg fogja adni tudni, mikor a törd lecsekkolt a farkas. Mint egy jelezve az, hogy neki nincs színe, mert általában akinek 3 színe van, az rögtön fog hívni. Lehet, hogy tényleg sehogy nem tudja megúszni ezt a szlovák játékos is. Hát ezt nem tudom. Majdnem az összes zsetonja oda lesz. Hát azért nem, 3 milliója van.
De ha megvagy, de csak de nagyon gondolkodik. Nagyon gondolkodik. Lehet, hogy Péterrel fog. Nem tudom, miket mondani. Igazából nem értek szlovákul, de te talán le tudnád fordítani. Sajnos én sem értek szlovákul, de... Akkor maradjunk minden ketten tudatlanság állapotába, csak abban nézi ezt az embert, de ezt hiába nézi, hát mert ez lement magzati állapotba, alvó állapotba. Ennek az arcáról aztán megtudni valamit. A test és a póker arc elmond sok minden, de Péterről most semmit nem lehet leolvasni. Nem. Megadta, vagy eldobta? Eldobta! Bravo! Uram! Bravo! Csak azt tudom mondani, aki ezt eldobja, az egy nagyszerű játék. Péter fölébredt így is, de lehet, hogy jobban föl kell fel a halálba. Jobban, igen. Talán tudod, mennyit adott volna, meg 600 ezeret megadott volna. Annyit megadott volna. Ismételten Farkas Péter lett egyébként a verseny chiplídere. 5 millió zsetonnal. Na most, ezemelő. Ez egy visszavágó. Patrick, go! Péternek a kedvenc ellenfele, úgyhogy biztos, hogy... 320, és Péter Farkasnak megint megadó lapja van! A Károász 2-es, call! Megad! Király 4-es, dob! És Filetót pedig... Hát a Filetót! Nagyon kevés. Négy nagy vakot betett Filetót egy egyszínű 98-ra. Olint mondott Filetó! Atyaisten! Hát ezt az Ázbubi biztos megadja. Ezt megadja! Nem biztos, hogy nyer, mert két szabad lap is, látod, az ász ott van, fogva van, ugye a másiktól, az ász kettő nem fogja megadni. És be is rakta a Patrick az összeset. A Patrick! Patrick is beállatta az összeset! Hát ketten akarja lejátszani. Világos, hát az ász kettő el fogja dobni. Én egyébként Filetót lapjával szívesebben játszanék, mint ezzel az ászbubival, személy szerint ebben a helyzetben. Ne mondd azt, Péter Farkas, hogy megadod. Hát csak nem. Ne mondj ilyet. Illetve mondhatsz nyugodtan, annál érdekesebb a játék. És ott van a sansz előtt, hogy kettőt kiehítjen. A faszomat tudtál eldobni. Eldobta. Ez a játék. Hölgyeim és uraim, egy újabb olint látnak, Ázbubi 98, az Ázbubi jobb lap látszatra, de a 98-as bármikor följöhet, ez 35%, mit mond a gép? 45% egyébként a 98-nak az esélye, és 55 az Ázbubié. Hát igen. A gép szerint. És most mit mond a gép hát testére? Egy picit romlottak az esélye. Picit? Legyen 20%-kal rosszabb. De még bármikor följöhet egy 9-es vagy 8-as. És most már a Bubi lehet egy Bubival sorra is. Tehát 9-es, 8-as vagy Bubu. Jöjj te flop! Jöjj te river! És eski! Kiesett. 9-es, 8-as, Filetót. Én azt hittem, hogy ott lesz a végén, de hát nem. Nem, Lacikám, nem baj. Ez egy gyönyörű helyezés ez. Gyönyörű. És hazavitt azért 7250 eurót ő is. Szép. Ász 7-es rész 1 millióig körászkör 7-es, és megint találkozott a szlovák versenyzővel, és egy rérészt fog kapni, amelyik all-in. Vajon megadja-e az Ász 7-es? Megadta. Megadta! Hát, az bármikor jöhet föl, ezt te nagyon jól tudod.
az esélye vagy a szín, vagy a zász. Most már nem. Most már egy tízes bubi az esélye, vagy egy tízes hatos. Vagy egy hatos ötös. Vagy egy ász. Vagy egy ász. De az ritka. Valem ritka! Följött az ász. És megfordultak az esélye. De megám, mert most már szinte 3% esélye van a két királynak. Lehet, hogy a Molló vissza is ül a székébe. És még egy. Jaj! És még egy ász jött. Nehogy megijedjen. Biztos, igen. Gyönyörű parti volt. Na nézzük a következő partit, ahol a szlovák versenyzőnek egy ász 9-ese van, amelyre emelni fog, mert hármasban ez már emelő lap, pláne úgy, hogy gombom van, azt mondja, hogy emelt 400 ezerig. Bubi 9, Holló, nem tudom, hogy áll. 4.400.000. Akkor kól. Abszolút kól. Sok esélye nincsen, mert ugye ott van a 9-es fogva, az egyetlen esélye a bubi, Farkas vagy Ádás, valami sort. Egy bubit, úgyhogy sokkal kevesebb esélye maradta. De hát ott még sor is lehet, jöhet egy 10-es kötőlap, stb. Úgyhogy nézzük a flopot. Amit nem láttunk. Négyes, hetes bubi. Négyes, hetes bubi. És jött a törnön gyorsan egy 9-es itt a... Lemaradtak a közvetítők, a flopon nem hívott senki. A flopon senki nem hívott, de most már a bubi 9-et muszáj hívnia. Mert 225 ezeret. 225-öt az ász 9-nek akár még megadó is. Akár. De visszaemelt? Visszaemelt a szlovák úri ember. Ciklámini 500 ezerig emelt Holló Márk hívására. A bubi 9-nek most nagyot kéne hívnia, nem csak megadni. Nem csak megadni. Egy tribetet kérek. Még egyszer megnézi azért, hogy hát a tévedet. Nem változott meg a kártya. Nem változott meg a kártya. Egyet azért iszunk erre. Remélem, hogy nem vörösbor, hanem csak kóla. Na. Csak megadtam. Még az se egy nagyon nagy hiba. Nem, vissza fog emelni. Na, hát nem. Úgy van, ez egy nagy stósz. Ez egy nagyon komoly stósz. Ez itt egy tribet 1.200.000-ig. Ezt viszont nem tudja megadni az ász 9, meg tudja adni éppen, ha akarja, de hát ott a bubi nem tudom, nem zavarja-e. Ha csak nem blöffel és all-in megy még a végén. Azt nem hiszem. Azt nem hiszem. Akkor kiesett. Megadta! Hát olyan nem ment. De azért szépen van bent, már a másfél millió körül van bent. 3,5 millió zseton van már bent. Azt mondom, hogy másfél fejenként gondoltam. Jön a... Mivel, ami egy hetes. Egy hetes, és nyert a bubi 9-es. Holló pedig azonnal be is tette az összes zsetonját. Hagy gondolkozzon. Hagy gondolkozzon csak, Citkámini. Van million! 1 millió! Hát nem tudom, hogy áll a szlovák versenyzőm, de... Hát, hogy ezzel, nézd, ez a 909-es tot hány lap veri meg ezen a bordon? Nagyon sok. 5. 2-4-es, 1-7-es, 1 bubi. Sor meg tudja verni, 10-es, 8-as, minden lehet. Mégis gondolkozik a szlovák úri ember. Hát mert nagyon jó, én úgy érzem, hogy nagyon jó áll zsetonilag. Hát ha megadja, akkor utána nem fog.
Hát igen, mert eddig ugye másfél milliójában van. Igen. Eddig. Eddig, aztán ki tudja, hogy gondolkodik egy ilyen verseny, most hagyjam veszni másfél milliómat így a végjátékba, vagy esetleg nyerhetek az ász magasommal. Ez jár a versenyző eszébe. Az biztos benne, hogy 9-es biztos van. Megadta. Megadta! Drága Peti, nem fogod megnyerni a versenyt. Hát ezt nem. Én ezt nem tudom, hogy lehetetlen volna. És ki is esett? Hát lehet, hogy marad még neki talán valami egy ilyen. Nem? Azt a mindenit. Nem, kiesett valóban. Kiesett. Mert az a sok szürke az egy kisebb zseton volt. Viszont hát hölgyeim és uraim, itt a Herzab ideje eljött. És azt, ha jól látom. Azt már tudjuk, hogy aki esetlegesen erről a versenyről kiesik, az biztos, hogy 19.000 eurót már hazavisz, hiszen az lesz a második. Az első pedig a 28.000-es garantált első helyet. És talán egyből egy érdekes leosztás, Farkasnál 7-es pár. Hát itt most már Hetszapot látunk, itt nincs megállás, itt azonnali emelések vannak. És megadás. Ez mindegy, hogy milyen lapja van, meg fogja. Hollónak rengeteg zsetonja van. Hollónak rengeteg zsetonja van, és az 1 milliót abszolút megadta. 2 hetes dáma, 6-os. Ezt nagyon gyorsan megnyerte Farkas Péter. Így van. Még mindig hatalmas előnye. De még mindig Holló. Hatalmas előnye van Hollónak. 7 millió, 7 a 3 millióval szemben az... Az sok, de egy Jólin, vigyázz! Főleg Farkas játékával, ha véletlen kapna megint egy 6-os párt, és meg is változna az egész verseny. Hát nézzük ezt a két játékos, hogy játsza a Hetszapot. Mert a Hetszap a legszebb, de talán a legnehezebb része. És Hollónak ász királya van. Holló ász király, 1 millióig hív. Farkasnál nem tudjuk, milyen lap van, de meg fogjuk tudni, úgy érzem, meg fogjuk tudni. Beraktak minden Gyuri bácsi. Olyan! Még nem is látjuk Farkas napját. Ász négy! Megesküszöm, hogy ez hol. Nem lehet ilyen szerencséje Farkasnak, hogy följön egy 4-es. 6-osra se gondoltuk volna másodszor. Nem lehet ilyen, de minden jöhet. Mert én itt most már mindenre el vagyok készülve. Jöjjön a flop! Úgy látszik, Farkasnak azért jó kedve van. Teljesen, miért ne lenne jó kedve? 19 ezer eurót hazavisz, miért ne lenne jó kedve? Jó, igen, hogy nekem is jó kedvem. Akárki, nekem is jó kedvem lenne. Ott a 9-es, ott a 8-as, ott a dáma, és egyelőre az ász király. Jön a törn. Kis 4-es. Igen, a 4-es. 10-es? Hát, képzeld el, várja, hogy is van? Nem, bumival nem jó, mert akkor a királynak sora van. Tehát itt már csak 4-essel nyerhet Farkas. Nem tudom elképzelni, hogy a Riveren 4-es jöjjön fel. Nem jött fel, sora van mindenkinek, de a Hollónak ász a legmagasabb soron, ász királyig, és megnyerte ezt a versenyt. Nem is gondoltuk volna, amikor az ász 7-essel berett a királypár ellen. Ugye? Hát, megnyerheti ezt a versenyt, ezt a végül. Hát, hölgyeim és uraim, ennek a versenynek a győztese a Game World Európa Komárlónak Holló Márk nagyszerű versenyzéssel, és
az első hely díjazása 28 ezer euró. De gratulálunk minden versenyzőnek, és gratulálunk magának, a kaszinónak is, hogy egy ilyen nagyszerű versenyt bonyolított le. És azt tudom mondani, hogy minél többen jelentkeznek a szeptember 13-ai versenyre, mert ilyen is ehhez hasonló élményben lesz részük. Hölgyeim és uraim, ez volt a verseny Komárnóból. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és új partneremmel, Homoki Csabával. Remélem, hogy érdekes estét és szép estét okoztuk önöknek. Búcsúzunk a viszontlátásra. Minden jót, viszontlátásra. See you next time.